Nem titkolhatja tovább a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány, hogy mire költötték el a TAO milliárdokat. Így döntött a kúria azután, hogy a DK februárban jogerősen pert nyert az alapítvány ellen, ám a Mészáros Lőrinc vezette sportklub az ítélet ellenére sem teljesítette a párt már közel 2 éve beadott hivatalos adatigénylését, mondván a TAO nem közpénz. A kúria a Transparency International által indított perben október végén is kimondta, közpénz a TAO. Központi jellegű, tehát állami támogatásnak minősül, közpénzeket érintő állami támogatások minősül. A felcsút az elmúlt években abszolút listavezető volt a TAO támogatásoknál. A miniszterelnök falujában működő akadémia eddig összesen közel 14 milliárd forintnyi támogatást kapott. Egyébként még ugye... ehhez hozzászólnánk, csak gyorsan szeretném mondani, hogy nem szeretem, amikor állandóan megy az, hogy nincs jogállam, meg abszolút van jogállam. Ez egy nagyon jogállami döntés, és nagyon, nagyon gratulálok ezeknek az embereknek, akik ezek a döntéseket bíróság. Maga Andrásnak gratulálsz konkrétan. Az is jogállam? Ezek nagyon inkorrekt döntések, de akkor is a jogállam keretein belül maradnak. Tehát... Jó, és ahhoz mit szólsz, hogy csütörtökön, tehát ugye most pénteken van a felvétel, csütörtökön azt mondta Lázár János, hogy van egy Baka András nevű bíró, furcsa módon a TAO ügyekben mindig ő hoz döntés, és mindig a kormányt marasztalja, mert sértődött, mert visszaminősítették. Stb. De akkor nézzük az összegeket. 129 milliárd forint ment a fociba TAO-ból, amelyik nem egy ősi kínai vallás, a társasági adónak egy különös formája, plusz a stadionok, meg az egyéb támogatások. Most meg fogjuk tudni, hogy véletlenül nincs-e összefüggés, úgynevezett korreláció, csak nem áll jól nekem az a szó, a között, hogy a közbeszerzéseket kik nyerték, és kik adták ezeket az összegeket. Na most a Szöllősi úr, aki a... Na most arra célzol, hogy a felcsúti stadiont véletlenül a Mészáros és Mészáros építette? Vagy hogy a kisvasút egyik megállójánál az étkezésről gondoskodik? Vagy arra célzol, hogy a felcsúti focialatokban a gyerekeit a Mészáros cég elteti? Ezekre célzol? Szerintem nem. Szerintem pont azokra céloz, vagy arra lehet célozni. Ki mindenki mennyivel szállt bele? Mennyi TAO-val szállt bele ebbe az egészbe? Ki hogyan akarja befészkelni magát, és milyen sorrendbe a nagyon erős közelségébe a miniszterelnöknek. De nekem ezt már 2003-ban már ezt mondtam. Az Orbán elmondta a Megyeri úti stadionban, a Stuttgart-Újpest meccs szünetében, hogy lesz felcsúton akadémia, lesz stadion, és szó szerint azt mondta, úgy meg fogom vágni az OTP-t meg a MOL-t, mint a húzat, majd meglátom. De ez az egyik mondta kérdés. Nekem. A másik kérdés, hogy hogy hasznosul ez a pénz? Hát erről beszélek én is. A magyar labdarúgás nagykövet, a Szöllősi György írt egy cikket, hogy a 4 év kommunizmusa tehet a magyar labdarúgás állapotai. Most ugye a Puskás, Nyilasi és az Albert generációját ne említsük, akik szenvedtek a szocializmusba, de hova jut ez a pénz? Egy Kendelesi nevű vasas kapus játékos megfigyelő volt Brüsszelbe, és abba hagyta a megfigyelést, mármint a magyar játékosok megfigyelését, mert azt mondta, hogy nincs kit megfigyelni. Kérlek szépen, a Szöllősi nyomán menve ezek a pénzek úgy áramlanak be, hogy semmit nem hoznak. Idén a világon egyetlen, azért adogtam össze, mert csak gondolkodtam, a világon általában egyetlen egy olyan csapat van, aki egy évben kikapott Andorrát és Luxemburgtól. Ez Magyarország. Tehát itt tartunk, a Puskás Akadémián egy ifjúsági játékos nem játszik, egy saját nevelésű játékos nem játszik, 3 milliót ad az MLS ezeké a gyerekekét, tehát gyakorlatilag szocializmust visszahozta Orbán, amiben nem működik a foci. De ha működne, akkor ez rendben volna, mert szerintem nem, akkor se lenne rendben. Csak egy másik csatornát jutottam ki. Tehát az, hogy az eredményt kéritek számom, hogy még ráadásul szarul is futballoznak, bocsánat, rosszul is futballoznak, a meg a semmiben vésznek a milliárdok, az szerintem egy külön bosszúság, az alapbosszúság az, hogy persze, miért erre persze. Fújják rá a költségvetésből azokat a pénzeket, amiket leszednek rólad, mondjuk meg rólad, meg mindenki. Komoly bosszúság, én például nekem nagyon fáj, és neked is nagyon fáj. És neked is nagyon fáj, hogy szociális bérlakásban például de az, hogy a TAO össze van kötve a profi sporttal,
ez egy nettó félre. Egyébként az elem, tovább megyünk, csak még annyit, hogy szórtál, hogy a tálai kopog. Az amatőr sporttal kössék össze a taót, tálai kopog a Mészáros Nagy Lőrinc mire költötet. Hát a tálai saját magához is kopogtathatná, hát a Mezőkövesd ugyanúgy kapja a milliárdokat, és ugyanúgy megy a levegőbe. Most már stadiont is fog kapni, mert ilyen szépen is elkezdett. És akkor még Sesztákertás Kisvárdájáról nem beszéltünk. És persze be se lehet menni ezekbe a stadionokba senkinek, tehát az amatőr játékosoknak. Szóval, borgalmas. Azt mondta, hogy ott egészségügyi ellátás folyik. Na, ja, egészségügyi ellátás az az ülőúton volt, ahol késeltek. Hogy nem azt akartam mondani, hogy inkább téged szúrtak volna le, mert nem kárt érted se, Fradi Drucker. Mikor ajándét kicsináltak, akkor is lehetett hasznosítani a stadionokat, hogy egy ízléstelen megjegyzésem legyen. Ja, igen. Hát igen. A Pinochet elvtárs beterelte a politikai foglyokat a stadionba. Igen, nem nagyon vicces, na, de ez történt. Akkor mindjárt megmondom, hogy mi jön. Az jön, hogy ha hiszed, ha nem, Tivadar, legyőzzük az európai elitet. Ha hiszed, ha nem. Tessék.